Szeretettel köszöntök mindenkit! Belépünk abba az időszakba, amikor a nyilasba fog vándorolni a nap. Meséjét tekintve ez az egyik kedvenc időszakom, mert a fény várásáról szól. Van benne valami titok, valami rejtelem. Gyerekként is mindig az áruhás királyfikről, királylányokról szóló meséket szerettem. És ebben az időszakban is van egy áruha. Az az áruhája, hogy ridegnek, hidegnek tűnik a világ. Most különösen egy bezárt, feszült időszak van. Viszont az áruhája mögött most van a legnagyobb valószínűsége a fény megszületésének. Sőt, nem is most van a legnagyobb valószínűsége. Ha a természetet nézzük, mindenképp meg fog születni. Hiszen egyszer csak eljutunk egy olyan pillanatra, amikor már nem hosszabbodnak tovább az éjszakák. Egyszer csak eljutunk egy olyan pillanatra, amikor megtörténik a fordulat. Még nem látszik, áruhában van, de a fény elkezd erősödni. Megnyerte a csatát. Minden egyes nappal hosszabb és hosszabb lesz. Erre a fényváró időszakra szeretnénk most kártyát húzni, vagy nem is szeretnék, szeretnék is, meg fogok is. Arra gondoltam, hogy mivel ez egy város időszak, végig gondoltam, hogy miket lehet várni, vagy mire lehet várni. Egyrészt most várni lehet azokra a dolgokra, amik szép lassan elmúlnak. Hogy lehet az elmúlásra várni? Hát a magoknak is van egy olyan külső burka, ami még most szép lassan elrohal, hogy utána majd tavasszal termékenyé tudjon válni. Az életünkben most is vannak olyan dolgok, amiért már tenni nem kell, csak türelmesen kibírni, kivárni, hogy elmúljon az életünkből. Most erre szeretnék húzni egyet. A következő az, arra lehet még várni, ami ott van még csírában, de nem elég erős. Tehát mi az, amit erősítenünk kell? És miről szól a mostani időszak? Mi a domináns energia? Hogy tudjuk legtisztábban várni a fényt, hogy a legerőteljesebb formában legyen meg bennünk is ez a fordulat? És kérek hozzájuk egy-egy segítséget is, hogy mit tudunk tenni. Hát lássuk, remélem látszik is. Remélem, ti is látjátok. Mindjárt megnézem, hogy ti is látjátok-e. Látjátok. Jó. Akkor nézzük, mi az, amit el kell engedni. Mi az, amit hagyni kell, hogy,
hogy elmúljon végre. A hétköznapok stresszei, a piszlicsári, apró bosszúságok, kellemetlenségek, apró betegségek, feszültségek. Ha jól vesszük át ennek az időszaknak az energiáját és bölcsességét, akkor ezek a hétköznapi bosszúságok és kellemetlenségek egyszerűen el fognak múlni az életünkből. Mi az, ami segít, hogy el tudjuk engedni ezeket a hétköznapi dolgokat, hogyha felmerjük vállalni, hogy az életünkben mi vagyunk az uralkodók. Segítenek emellett a kreatív dolgok, amit annyiszor szoktam mondani, a tánc, az éneklés, a rajzolás, bármi, ami teremtés, önkifejezés. Ha benne akarunk lenni ebbe a teremtett áramlásban, akkor segít ráhangolódni, ha mi is teremtünk valamit. És semmi baj, hogyha nincs kézügyességet, bár hitem szerint mindenki tud rajzolni, mert a tudni rajzolni az azt jelenti, hogy kifejezed azt, amit érzel, és színes vagy fekete-fehér, vagy bármilyen foltokat, vonalakat hagyol, nyomot hagysz egy papíron. Mint amikor a kisgyerek nem gondolkozik azon, hogy ő tud-e rajzolni, egyszerűen firkál, összefirkálja a falat is, mert ő nyomot akar hagyni. Merjünk nyomot hagyni az életben. Merjünk nyomot hagyni az életünkben. Hát azért születtünk. És nem azért, hogy múlandó dolgokért harcoljunk folyamatosan. Hol hagyjunk nyomot? Pozitív nyomot, szeretetteljes nyomot az emberek lelkében. De ezt csak akkor tudunk, hogyha átéljük, hogy önmagunknak is van egy teremtő oldala. És ez például csak egy segítség, hogy bármilyen kreatív dolgot. De kreatív dolog főzni is. Ha kedvelt eszed, vagy bármit barkácsolni, megszerelni, fölrakni, légy önmagad életed teremtője. Miről szól ez az időszak? Csend, a tiszta lap. Ennél szebben nem is tudnám kifejezni. És mi segít? Egy meditáció, egy ima, bármi, amivel megéled az egység élményt. Amivel lehet, hogy csak pillanatokra, de eltűnik az elkülönültség érzése. Pillanatokra megérzed azt, hogy soha nem vagy egyedül. És akkor tudsz még inkább benne lenni ebbe az áramlásba, hogyha a te belső gazdagságodból adsz egy cseppet a környezetnek. Ebben a világban, karácsonytáján, a fény születésével, Jézus születését is köszöntjük, és a halak energiának, az áradó szeretet energiának Jézus a egyik legjobb szimbóluma.
És mi az, aminek ez az időszak erőt ad, vagy ebbe az időszakba töltődik az ereje, de még most nincs itt az ideje. Egy csodálatos önkifejezés lapot húztam. Nap, a férfi, a teremtő, a tűz. Ennek a mesének eléggé boldog befejezése van, mert azt mondja, hogy ha meg tudtad teremteni ezt a csendet, a csendben megszólalt a mindenség, akkor egyszerűen fölszítja teremtésed lángját. És megtermékenyíted a környezetet, megtermékenyíted az életedet, ki tudsz majd áradni. Benned van a potenciál. Ott van benned. És meg tudod teremteni. De most még várni kell vele egy kicsit, mert ez az időszak a csendé és a várakozásé. És mi tud segíteni, hogy majdan szép lassan megerősödjön ez a gyönyörű üzenet. Ha önmagadban áttranszformálod, átalakítod a benned lévő, lehúzó, stressz okozó erőket. És mondhatod azt, hogy könnyű azt mondani, hogy alakítsam át. Én azt mondom, hogy semmi egyebet ne tegyél. Csak tudd, hogy mi a valóság, hogy hová tartasz, és mint egy irányfény tartsd magad előtt. És magától el fognak múlni. Magától elindul a transformáció. De most, ebben az időszakban, mikor kevés a fény, őrizned kell a gyertyalángot. Őrizned kell a belső csöndedet a zajban. A piciny fényt az éjszakában. És a reményt, ami biztosan meg fog születni, hisz minden évben megszületik, minden évben elkezdenek nőni a nappalok. Kitartást, szeretetet és áldást az elkövetkezendő hónapokra. Derűs napokat mindenkinek!